Vendégem itt a stúdióban Szemereiné Pataki Klaudia, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, Kecskemét város jelenlegi polgármestere. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőit! Önt is, hasonlóan a többi polgármester jelölthöz, arra kérem, hogy mutatkozzon be a nézőknek néhány mondatba, bár már 14 éve dolgozik Kecskemét város képviselőtestületében, de mégis mondja el magáról, amit fontosnak tart. Hát elsősorban azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ebben a városban születtem, itt lakik az összes családtagom, nagymamák, nagypapák, testvéreim, itt élünk, itt boldogulunk, itt lakunk, ugye én jó magam a Széchenyi városban nőttem föl, és a legjobb iskolákat itt végeztem el, hiszen városunknak kiváló oktatási intézményei vannak. Itt találtam legelőször munkahelyet a diploma után, és utána itt a politikai ranglétrát is végigjárva az elmúlt 14 évben. Azt gondolom, hogy komoly tapasztalatokat is szerezem mind a közigazgatás, mind a versenyszféra, mind a politika területén. Gyakorlatilag ezt lehet elmondani a röviden és tömören az én elmúlt éveimről. 2014 óta Kecskemét város polgármestere, egyedüli nőként a megyei jogú városok polgármesterei között. Mennyiben más nőként helytállni a polgármesteri székben, a polgármesteri pályán? Igen, hát sokan mondogatják, kecskemétiek is, hogy az első női polgármestere a városnak is, és egyben ugye a megyei jogú városok között is, és egy olyan megyei jogú városban, amelyeknek nagyon erőteljes ipari és gazdasági ereje van, hogy nőként hogyan birkózom meg ezzel a feladattal. Hát nem kell birkóznom ezzel a feladattal, mert teljesen természetesen jön, hiszen az alapvégzettségemnek megfelelően, a közgazdász végzettségemnek megfelelően teljesen közel állnak hozzám azok a kihívások, azok a feladatok, amelyek egy nagyváros vezetéséhez kellenek és szükségesek. Látható az is, hogy ugye nőként egy teljesen más hangvételt és egy teljesen más vezetési stílust hoztam a politikai szintére, és ez újszerű mindenkinek, de én azzal az érzéssel élem meg a mindennapjaimat, és főleg így az elmúlt hetekben, hogy az emberekkel is tudtam közvetlenül beszélni, hogy jól fogtam meg ennek a stílusnak a értékét, mértékét, arányát, és látható az együttműködési készség, az a konszenzusra való törekvés, mindig a megoldásokra való törekvés, nem a háborúzás, nem a vitatkozás jellemző ugye az én munkastílusomat, hanem az érzékeny problémákra való reagálás, akár a pici problémákra is, mert ugye sokszor képesek vagyunk átlépni, és csak nagy évű gondolatokban és nagy évű stratégiákban gondolkodni. Ugye nálam bejön a kisebb, finobb feladatok beigazítása is, és összeillesztése a rendszerrel, és ugye egy csapatban való együttműködés, hiszen egy édesanyának az a feladata is, hogy összetartsa azt a családot, amit anyaként dominál és anyai szerepet tölt be. Én valahogy így élem meg a városvezetői szerepemet is. Anyaként egy családot tart össze, polgármesterként egy várost, polgármester jelöltként is egy csapat élén áll. Mi jellemzi ezt a csapatot, aki előtt ön van? Igen, hát ezt tartom a egyik legfontosabb feladatnak, és ezt is tartottam mindig is, és most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy teljes egészében már az első ciklusomat, mint polgármesterként lezárva, mérlegelve az elmúlt éveknek a tapasztalatait, tudtam egy új csapatot összeállítani, és az is érzékelhető, hogy miután a Fidesz-KDNP pártcsalád színeiben indulok, ugye annak egy nagyon régi hagyománya, múltja van ebben a városban ennek a pártcsaládnak, és ezért is látható az, hogy képviselőink több generációs képviselők, és egy természetes megújulási folyamat, egy generációk átadási folyamat is elindult. Sok képviselőnk, akik már betöltötték bőven a nyugdíj életkorukat, ők jelezték maguk, hogy neveltek is ki utódot, javasoltak is, tettek személyre is javaslatot, és ott állnak mellettük és segítik a jelenlegi önkormányzati választási folyamatot, és azt gondolom, hogy ezzel is kevés pártcsalád tud elbüszkélkedni, hogy, és tudja büszkén azt mondani, hogy ő azzal is törődik, és azzal is foglalkozik, hogy a folytonosság, a biztonságérzet, az politikailag is, és vezetői szinten is meglegyen. De ez a csapat, ez egy ilyen csapat most,
teljesen új kvalitások érkeztek, sokkal fiatalabbak érkeztek a képviselő jelöltjeink közé. Mindenki diplomával rendelkezik, az adott szakterületen komoly eredményeket ért el, amit képvisel, idegen nyelvet beszélnek a jelöltjeink, már évek óta dolgoznak, valamilyen közösségi munkában részt vesznek, évek óta a város életében, és fontosnak tartják azt, hogy közösségért tegyenek, és ugyanakkor a jól ismert több ciklust végig harcoló és végig dolgozó képviselőink is nagyon lelkesek még, és nagyon nehéz területeket visznek, és az ő tapasztalatuk, meg a városvezetői tapasztalatuk és a képviselői tapasztalatuk megelengedhetetlen feltétele, hogy egy kohéziót meg tudjunk tartani a változtatás területén. Valamivel több mint 7 perc van még a beszélgetésünkből, így ennek tudatában kérdezem, egy kicsit a város gazdaságáról beszéljünk, hiszen meghatározza az, hogy mi mindent tehetünk meg a következő 5 évben, meghatározza az, hogy hogyan adja át a város költségvetését, kasszáját a következő testületnek, polgármester asszony. Igen, hát összességében elmondható, hogy nagyon jó helyzetben van a városunk, és olyan helyzetben, amelyben nem csak a multinacionális cégek érzik jól magukat, és az ő termelékenységüknek köszönhető a város gazdasági ereje, hanem egy vegyes vállalkozói és vállalkozási képet mutat, több lábon áll a városunk gazdasága. Ebből kifolyólag a legfőbb bevételünk, amiből mi gazdálkodni tudunk, az adóbevételünk, az teljesen stabil lábakon áll, és abszolút évről évre tervezhető az adóbevétele. Az elmúlt 5 évben bármilyen számot is előirányoztunk, sikerült olyan óvatosan terveznünk, és olyan óvatosan beállítani a költségvetésünket, hogy mindig kijöttünk belőle, mindig bejöttek azok a bevételek, és mindig csak annyit költöttünk, amennyi rendelkezésre állt forrás. Ugye ez kisebb-nagyobb feszültségeket is sokszor szül, hiszen sokkal több mindent kellene megcsinálni, sokkal többre van igény, teljesen változik a városnak a képe, a városnak a közlekedési morálja, az ingázók száma, az autók száma, amelyek robbanásszerűen egyik évről a másik évre megnövekedtek, és ugyanakkor a bevételek nem növekednek ilyen robbanásszerűen, tehát azok csak tervezett módon 5-6%-kal emelkednek folyamatosan évről évre. Ezt kell egyensúlyban tartani, és erre törekedtünk mindig is, hogy ez egyensúlyban maradjon. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nagyon komoly tartalékot sikerült képeznünk, azokat a fejlesztéseket, amelyeket elindítottunk, és amelyek folyamatban vannak, azoknak már megvan a fedezete a város számláján. Az évet úgy fogjuk zárni, hogy teljesítettük már szeptember 15-én a befolyt adóbevételeinkből, amit előirányoztunk, tehát magyarán szólva még mindig vannak tartalékaink, amiből vagy félreteszünk a fejlesztésekhez, vagy pedig még lehetőségünk van költeni, amelyre nagyon nagy szükség van. Azt pedig látjuk, hogy sorban álló feladatok, hogy lehessen mire költeni, azok sorban állnak folyamatosan, és nem fogynak, hanem gyarapodnak ezek a feladatok. Körülbelül 5 perc áll még a rendelkezésünkre. A közlekedésről mindenféleképpen beszéljünk, hiszen említette is polgármester asszony, hogy robbanásszerűen növekszik az autóknak a száma, és ez az a terület, amelynek területén már rengeteg fejlesztés megvalósult, a továbbiakban is gondolom, hogy terveznek ezen a téren fejlesztéseket. Mi minden valósult meg eddig, és mire számíthatnak a kecskemétiek? Igen, hát amikor a legnagyobb, Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházása bejelentésre került a városban 10 évvel ezelőtt, akkor több olyan programot indítottunk el, amiben láttuk, hogy hosszú távon milyen hatásai lesznek egy ilyen nagyléptékű ipari fejlesztésnek. Ez már a közlekedés szervezésével, kialakításával, úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan is. Előírtuk azokat a programokat, hogy miket és hol kell beleavatkoznunk a város közlekedésében. Ehhez megfelelő forrást kellett gyűjtenünk, mert mi nem voltunk abban a szerencsés helyzetben, mint például most Debrecen, ahol aláírták a támogatási szerződést a nagy autóipari céggel, és rögtön a kormány 200 milliárdot adott arra, hogy mire beköltözik és mire elindul a gyár, addigra ezeket a fejlesztéseket megcsinálja a város. Mi lépésről lépésre tudtunk haladni, és lépésről lépésre kaptuk meg folyamatosan a forrásokat, és találtuk
találtunk forrást ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk fejleszteni. Így azért egy hatalmas nagyot léptünk az úthálózat fejlesztésében, hiszen 46 kilométer új utat építettünk, ami már lehetővé tette, hogy több városrész összekötésre került, egész Hunyadi várostól, egész a Széchenyi városig lehet most már jutni le egészen a déli iparterületig, tehát egy összefüggő körgyűrű rendszerünk kialakult. Ugye letettük a Hetényi bekötő útnak is most már a alapjait, az is pillanatokon belül bekötődik az úthálózat rendszerében. Egy nagyon nagyot fog lendíteni az úthálózat fejlesztésén, amikor nem csak a Margaréta buszfordulónál készül el a csomópont, hanem tovább tudjuk az utat vinni és összekötjük, ez pedig szintén tavasszal elindul, ennek is megvan a forrása, hogy az arborétumot összekötjük a négysávos budai úttal. Most innentől kezdve merül föl az a kérdés, hogy például az Izsáki út négysávosítására majd szükség lesz-e, hiszen egy hatalmas terhet veszünk le így a környező körutak összekötésével és úthálózat bekötésével az Izsáki útról. És hát terveink között szerepel ugye elsősorban a közlekedési, tömegközlekedési rendszerünk teljes megújítása. Most már 2 éve elindítottunk egy olyan szemléletformálást, tudatosítást, hogy igenis az iskola buszrendszerre szükség van, és vegyük saját kézben a tömegközlekedési rendszerünk fejlesztését és üzemeltetését. Ezt is most már döntéseken túl vagyunk, tehát januártól átvesszük a volántól a tömegközlekedés üzemeltetését, vagy hát át tudja venni a város a tömegközlekedés üzemeltetését, saját kezében üzemeltetheti, és lehetne sorolni azokat a sok-sok csomóponti fejlesztéseket, kerékpárút fejlesztéseket, lakossági önerős útépítéseket, elektromos autótöltő állomások kiépítését, amelyek mind-mind azt szolgálják, hogy a közlekedési rendszerünkön tudjunk javítani és tudjunk változtatni. Még 1 perc, 53 másodpercünk van. Gondolom, hogy nagyon nehéz összefoglalni ennyi időbe, hogy milyen irányba kellene továbbfejlődnie Kecskemétnek. Ön szerint mégis azt kérem, hogy ezzel és néhány záró gondolattal zárjuk le ezt a műsort. Igen, hát ezért vagyok nehéz helyzetben képviselőként, rengeteg, és polgármesterként rengeteg feladatunk van, és amit csinálunk is, ezt nem lehet összefoglalni 12 percben. Amit viszont érdemes elmondani, hogy az, amit én feladatunknak és fő feladatunknak látok, az elsősorban a női mi voltomból fakad. Ezt a várost otthonossá kell tenni. Én az otthonomat úgy szeretem, hogyha az tiszta, rendezett, jó érzéssel érkezem haza, megfelelő kikapcsolódást és regenerálódást biztosít ez számomra. Na most ezeket a feltételeket kell még finomra hangolni, hiszen egy hatalmas nagy változáson ment keresztül ez a város az elmúlt években, és ezt a változást el kell fogadtatni az emberekkel, és meg kell találni, és egy otthonos hangulatot teremteni minden egyes területen, kultúrában, kikapcsolódásban, sportolásban és a zöld felületein kezelésében, ápolásában. 55 másodpercünk maradt, úgyhogy arra is kérem, hogy néhány záró gondolatot esetleg fogalmazzon még meg. Hát a záró gondolatok esetében még egy dolgot akkor meg kell, hogy említsek. Ha városvezetőként nem csak úgy tekintünk a városunkra, hogy mi az, ami éppen adott, és mi az, ami éppen változtatni kell, hanem hosszú távon szeretnénk kitekinteni, és hosszú távon mi az, ami a városunkat további 600-800 évre élteti, akkor az egyik legfontosabb feladatnak az egyetemünk és az oktatási intézményünk tovább erősítését jelenti, hiszen ez adja a gerincét és ez adja a jövőjét a városunknak, ahhoz, hogy ezen az úton tovább tudjon járni és tovább tudjon fejlődni. Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta gondolatait a tévénézőkkel is. Köszönöm szépen.